Üdvözlöm a hallgatókat! Mai vendégünk Botta Zsófi, az Országos Magyar Vadászkamara munkatársa, nem mellesleg vadgazdamérnök, informatikai rendszerének koordinátora, mármint a vadászkamarái, illetve pénzügyi gazdasági referens is, tehát rengeteg titulussal bír. Ugyanakkor ma a vadászjegy kiváltásról lesz szó. Örülök, hogy eljöttél, köszöntelek! Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit! Nos, kezdjük egy kicsit messzebbről, mert ugye ez az online vadászjegyváltás, ez most a téma, hiszen új évet kezdtünk, ki kell váltanunk a vadászjegyet. Miként vizsgázott a tavalyi esztendőben ez az új internetes rendszer? Hányan vették igénybe, mik a főbb tapasztalatok? Egy kicsit messzebbről kezdeném ezt a kérdéskört, egy rövid bevezetővel, ugyanis a vadászkamara a feladatait tekintve hasonló mélységű komplex feladattal az Országos Vadgazdálkodási Alap kialakítása során és működtetése során találkozhatott, és az elmúlt években új nyilvántartási rendszert vezettünk be. Ennek a része volt az online érvényesítés biztosítása, illetve az új típusú vadászjegy bevezetése. Az online érvényesítés korábbra került megvalósításra a pandémiás helyzet miatt, ugyanis terveink szerint először a plastik kártyákat, illetve az új típusú vadászjegyeket szerettük volna bevezetni, és az Agrárminisztériummal, illetve a Belügyminisztériummal egyeztetve 2021. február 1-től volt lehetőség online érvényesíteni. Azt gondolom, hogy maga a rendszer az rendkívül sikeresen nyílt meg, ugyanis a 68 ezer magyar vadászból 11 ezeren érvényesítettek online. Ez egy nagyon szép szám, tehát azért ez egy kezdésnek nagyon jó. A vadásztársadalom 16%-a. Egyébként a sikernek az is mondható, hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk. Próbált a vadászkamara egy egyszerű felületet kialakítani, egy ügyfélbarát módon. És ahogy láttam már, mert ugye én nem titok, tehát én a tegnap vagy tegnap előtt kiváltottam a saját vadászjegyemet, most már az ügyfél kapun keresztül is, ugye aki rendelkezik ügyfélkapuval, már pedig a magyarországi lakosok jelentős hányada rendelkezik ügyfélkapuval, azon keresztül is ki tudja, vagy annak segítségével is ki tudja váltani a vadászjegyét. Igen, a héten megkezdődött a 2022-2023-as vadászati évre vonatkozó online érvényesítés, és már 500 online érvényesítés van a rendszerünkben. Ez nagyon jó, mert végülis nem kell sorbálni, tehát otthonról meg tudom csinálni ezt az egészet, és ugye postán kiküldik egy minimális díj ellenében. Sokkal kényelmesebb, illetve a járványügyi kockázatnak sem vagyunk kitéve ezáltal. Át tudjuk nézni ezt lépésről lépésre, hogy mi a teendő? Tehát otthon ülök, előveszem a vadászjegyemet, meg belépek a melyik oldalra kell lépni. Egyébként csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a januári Nimrodban ez részletesen le van írva, hogyha esetleg az nem lenne elég, most akkor szóban is még ki tudjuk egészíteni. Körülbelül 5-10 percet vesz igényben maga az ügyintézési folyamat. Szükségünk van hozzá az ügyfélkapus azonosítóra, a vadászjegyünknek a számára, és arra a bankkártyára, amivel a fizetést majd el fogjuk végezni, illetve egy elektrotechnikai eszközzel, ez lehet laptop, telefon vagy táblagép. És ha mindez megvan, akkor az ügyfélszolgálat.omvk.hu címet kell felkutatnunk. Itt az első képre a vadászjegyre kell kattintanunk, és rögtön átnavigálunk majd a kormányzati portálunkra. Itt történik meg az ügyfélkapus azonosítás, beírjuk a felhasználó nevünket, a jelszavunkat, majd visszanavigálunk a korábban is használt vadászkamarai portálra. Itt szeretném azt megjegyezni, hogy a Belügyminisztériummal szorosan együttműködve sikerült azt elérnünk, hogy a korábban használt rendszerünk az megmaradhatott, ugyanis a vadászkamarának van egyfajta törvényi kötelezettsége, ez az elektronikus ügyintézési törvény, ami azt jelenti, hogy a kormányzati portállal összekapcsolt módon kell, hogy működjön ez a külső rendszerünk. Ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy elegendő volt ezt a plusz egy lépcsőt beiktatni, ezt az azonosítási módot.
Értem, térjünk vissza akkor a vadászjegyváltáshoz, tehát visszakerültünk a kamara oldalára. Itt automatikusan a belügyminisztérium rendszeréből betöltődnek az adatok, és csak a vadászjegy számunkat kell egyszer megadnunk. Később ez eltárolódik. Itt fontos, hogy a kötőjelet azt nem kell begépelnünk, csak és kizárólag a számokat. Ha innen sikerül tovább lépnünk, akkor az érvényesítésre vonatkozó adatok töltődnek be, és itt kell kiválasztanunk azt, hogy személyes vagy postai átvételt választunk. Ha elfogadtuk az érvényesítésre vonatkozó nyilatkozatokat, akkor rögtön tovább navigálhatunk a biztosítás megkötéséhez. Itt kell kiválasztanunk azt, hogy alap vagy emelt biztosítást kívánunk kötni online módon. Ha egyéni biztosítással rendelkezünk, akkor be kell mutatni a korábban meglévő biztosítási kötvényt, ezért csak és kizárólag személyesen van lehetőség a területi szervezetnél ügyintézni. Itt le kell töltenünk egy biztosítási tájékoztatót a biztosítás megkötéséhez, illetve szintén különböző nyilatkozatokat kell elfogadnunk, és utána navigálhatunk tovább. Ha ez megtörtént, akkor a postázás során még egy nyilatkozatot el kell fogadnunk, ugyanis a vadászkamara az kizárólag az állandó lakcímre küldi meg a postai küldeményt továbbra is. A következő lépésünk a különböző termékeknek az ellenőrzése. Itt még van lehetőség visszalépni, hogyha módosítani szeretnénk a biztosítás típusát, és hogyha ezt megerősítettük, akkor átkerülünk a fizetési felületre. Itt kell megadnunk a bankkártyáknak az adatait, és hogyha a megerősítés megtörtént, és a fizetés, akkor visszakerülünk a vadászkamara portáljára, illetve még egy fontos lépcsőt ezelőtt nem mondtam, az pedig a számlázási adatoknak a megadása, és az itt megadott e-mail címre kerül majd kiküldésre a számla, illetve a sikeres fizetést visszaigazoló e-mail. Ha mindez megtörtént, akkor az utolsó lépcső, hogy a háromféle dokumentumot letöltsünk. Az első a vadászjegyet igazoló dokumentum, ez azonos adattartalmú, mint az új típusú vadászjegy, tehát ezen szerepel már egy QR kód, ahol az érvényességet tudjuk ellenőrizni. A biztosításra vonatkozó tájékoztatót tudjuk még letölteni, illetve egy biztosítást fedezetet igazoló dokumentum, ami a papíralapú vadászjegyen szereplő bélyeggel egyenlő. Ez fontos minden vadásznak megtartania. Ez pontosan így zajlott. Mármint még nem tartottam meg semmit, meg nem is, egyébként ugyanezeken a lépéseken végigmentem én is, és nagyon érdekes volt, hogy amikor kötelező volt a letöltés, én azt át akartam ugrani, és nem engedett tovább. Tehát mindenre úgymond rá van erőszakolva, rá van segítve a kitöltő, hogy megkapja minden olyan információt, ami ehhez szükséges. Igen, próbáltuk magát a felületet úgy fejleszteni, hogy ezeket a lépéseket úgynevezett hülye biztosra generáljuk, de persze, hogy mindenki ezeket a kötelező elemeket biztosan megtegye, illetve magát a felületet különböző szövegbuborékok segítik, hogy mikor, mit és hogyan kell kitölteni. Ezt is tanúsíthatom, mert itt is volt, amikor elakadtam, már nem tudom melyik fázisban, és szépen földobta, hogy éppen mi az, ami segítséget nyújthat. Túl vagyunk, fizettünk, kapunk, ha jól emlékszem, egy visszaigazoló e-mailt a megyei kamarától, ugye, hogy megtörtént, rendben van. A számláról kapunk visszaigazoló e-mailt, illetve magáról a sikeres fizetésről. Tökéletes. Mi a teendő? Várom a postást. Mert ugye én tehát postai úton kértem, várom a postás csönget, hozza a vadászjegyemet, és kész vagyunk. Igen, magát a postai küldeményt azt elsőbségivel ajánlottan és tértivevényesen fogja az illetékes területi szervezet feladni. A személyes átvétel során pedig ügyfélfogadási időben kell majd az illetékes kamarát keresni. Gondolom, akkor be kell állni a sorba, tehát nem lesz egy ilyen külön sor, hogy már online? Nincsen külön sor, viszont a legtöbb kamara előre elkészíti ezeket, illetve nem kell a számlát kinyomtatni,
sokkal egyszerűbb ebben a formában, illetve ha a pandémiás helyzetre gondolok, akkor nem kell készpénzzel kifizetni ezt az összeget. Teljesen jól működik, tehát ez így. Jó. Mi a helyzet a vadászévkönyvvel? Ez meg fog érkezni, úgy lesz vadászévkönyv ebben az évben is, vagyis hát már van. Igen, ezzel a csomaggal, tehát a vadászjegyet küldi meg a vadászkamara, az évkönyvet, illetve a kártyanaptárat a korábbi évekhez hasonlóan. Értem. Egy fontos dologra igen. szeretném felhívni még a figyelmet, hogy ugye az új típusú vadászjegy esetében nem lesz már érvényesítő bélyeg, de ettől függetlenül minden vadászati évben szükséges érvényesíteni. Tehát a régi papír alapúhoz már nem lesz, mindenki megkapja a kis műanyag kártyáját, és azáltal fogja tudni. Nem változik a szám, ugye? Tehát már az ugye pár éve nem is változott. Nem, és nem kell érvényesítő bélyeget ragaszgatni, hanem mindig a QR kód alapján fogjuk tudni lekérdezni az érvényességet az adott évre. Értem. Szerintem nagyon kimerítettük ezt a témát, mert aki ez alapján nem fogja tudni kiváltani a vadászjegyét, az akkor álljon be a sorba, és akkor állja végig a illetékes kamaránál. Én köszönöm Botta Zsófiának, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket a hasznos információkat. Mindenkinek javaslom, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és kényelmes és gyors ügyintézést kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.